Matematikával zárult ma a 8-osok országos felmérő tesztje. Július végéig jelentkezhetnek a frissen végzettek a munkaerő elhelyező ügynökségnél nyilvántartásba vétel és munkanélküli segély céljából. Számos programja lesz a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárnak a nyár folyamán is. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, ha tehetik, tartsanak velünk. Hétfőn kezdődött el a 8-osok országos felmérő tesztje, akkor román nyelv és irodalomból, másnap anyanyelvből, ma pedig matematikából tettek tanúbizonyságot tudásukról a diákok. A háromnapos vizsgasorozat értelemszerűen ma ért véget, az eredményekkel péntekig kell várni, majd jövő hónapban lesz a számítógépes elosztás, ami alapján folytathatják tanulmányaikat a fiatalok. Országosan mintegy 180 ezer diák vett részt a 8-osok országos felmérőjén. A tanulók elsőként román nyelv és irodalomból, majd magyar nyelv és irodalomból, illetve matematikából vizsgáztak. A Vaskertes általános iskolában mindenféle rendellenesség nélkül zajlottak a felmérők. Idejébe leküldték a tételeket, időben ki tudtuk nyomtatni, szeroxolni, kiosztani. Pont 9-kor meg lehetett kezdeni az írást, rendben van minden. Az aligazgatónőtől azt is megtudtuk, hogy a diákok részéről milyen volt a visszajelzés a vizsgák kapcsán. Ők azt mondják, hogy jól. A román tétel olyan jó erős közepes volt, a magyar szerintünk kimondottan könnyű, a matematikával sem volt probléma, de hát ez olyan, hogy ők mindig azt mondják, hogy ők mindenhova írtak, minden jól ment, aztán majd a jegyek megmondják. A dolgozatokat a vizsgát követően Csíkszeredába szállították, ott javítják majd ki azokat, az eredményeket június 26-án, pénteken délután közlik. A fellebbezéseket még aznap lehet benyújtani. Aki fellebbezést nyújt be, annak még van egy napja várakozási idő, amire megjön a végleges eredmény, és akkor a jövő hónap elején, az első napokban kezdődik a beiratkozás. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egyenként szülővel a gyerekek be kell jöjjenek, osztályfőnökkel, az iskola vezetőségével. Van egy kódos lap, azt kitöltjük. A lapot elviszük a Szentu Nikolai Liceumba, mert ők a beiratkozási központ. Ott bevezetik számítógépbe, és aztán majd várjuk a számítógépes elosztást. A megóvott dolgozatok újrajavítása után június 30-án közlik a végső eredményeket. Az országos felmérés vizsgáin nem lehet megbukni, de nagyban befolyásolja, segíti, esetleg gátolja a diák középiskolai bejutását. A továbbtanuláshoz az 5-8 osztályos átlag és a képességvizsga eredménye 25-75% arányban számít majd. Támogatást kapnak azok a vállalkozók, akik törvényes keretek között diákokat foglalkoztatnak a nyári szünidő alatt, írja közleményében a Hargita megyei foglalkoztatási ügynökség. A munkáltatónak járó támogatás értéke havi 250 lej minden egyes alkalmazott diák után. Ahhoz, hogy a vállalkozók igénybe vehessék ezt a lehetőséget, jelenteniük kell az általuk kínált állásokat a munkaerő elhelyező irodáknál, illetve a diákokkal meghatározott időre szóló szerződést kell kötniük, amely csak a vakáció idejére szólhat. Az állami támogatást pedig legtöbb 60 munkanapra igényelheti a munkáltató. Az iskola befejezésétől számítva 60 nap áll a frissen végzett fiatalok rendelkezésére, hogy jelentkezzenek a helyi munkaerő elhelyező ügynökségnél nyilvántartásba vétel céljából. Ezáltal fél éven keresztül munkanélküli segélyben is részesülhetnek. A nyilvántartásba vétel határideje július 28-a. A frissen végzett középiskolások közül többen bizonyára a továbbtanulás mellett döntenek, így a sikeres érettségit követően az egyetemi beiratkozásokkal foglalkoznak. Vannak azonban olyan diákok is, akik a munkába állást választják, közülük azok a szerencsésebbek, akiknek van már egy konkrét ajánlatuk. Azoknak, akik jelen pillanatban még nem tudják, hogyan tovább az állam által felkínált mentőv, lehet, hogy jelentkeznek a helyi munkaerő elhelyező ügynökségnél, és így munkanélküli segélyben részesülnek. A végzett diákok 60 napon belül kell kötelező, hogy jelentkezzenek az intézményünknél, attól a dátumtól, amikor elvégezték az iskolát. Most a liceum végzettekről beszélünk, ők május 31-én fejezték be az iskolát, ez azt jelenti, hogy a 60 nap kezd folyni a június 1-től. Ez a lehetőség az egyetemet végzettekre is érvényes, ők is az adott egyetemi évzárót követő 60 napon belül kell jelentkezzenek az ügynökségnél. Az, aki jelentkezik 60 napon belül, az részesülhet majd utólag, amitán a 60 nap lejár munkanélküli segélyben. Ez azt jelenti, hogy amitán lejár a 60 nap, még egyszer kell jelentkezzen, és akkor már kell hozzon egy igazolást a pénzügytől, amelyből ki kell derüljön,
hogy ha nincs adózható jövedelme, vagy hogyha van, hogy kisebb, mint 500 lej per hónap, és azzal a igazolással, ha jelentkeznek az intézményünknél, részesülni fognak egy 250 lejes munkanélküli segélyre. A munkanélküli segély fél évig jár. Ez idő alatt az intézmény által felajánlott szolgáltatásokat, szakmai tanácsadást, szakképesítést, esetleg munkahely közvetítést igénybe kell vegyék a fiatalok. A munkaerő elhelyező ügynökségnél bejelentkezéshez a következő iratok szükségesek. A kérelmező személyi igazolványa eredetiben és egy másolat, születési bizonyítvány eredetije és másolat, iskolai végzettséget és szakmai végzettséget igazoló akta, valamint egy orvosi igazolás. A nyilvántartásba vétel határideje tehát július 28-a. Ha valaki az abszolválástól számított 60 napon túl jelentkezik be, mint munkakereső, akkor is nyilvántartásba veszik a helyi ügynökségnél, viszont nem lesz jogosult a munkanélküli segélyre. A téma kapcsán az érdekeltek bővebb információt a képernyőn látható weboldalon találhatnak. Az elektrika közlése értelmében június 25-én csütörtökön 9 és 18 óra között áramkiesés várható a 9-es számú transzformátor körzetében, vagyis az Örmény templom utca, a Petőfi Sándor tér, a Mártonáron, az Arany János, a Fogarasi Mihály, Kloska és Rákóczi Ferenc utcákban. Hasonlóképpen áramkiesés várható június 26-án pénteken 9 és 18 óra között a 8-as számú transzformátor körzetében, a Gyilkostól Sugárúton, a Szurokfőző és az Ady Endre utcákban. Közel 600 könyvvel gyarapodott idén a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár állománya, és bár véget ért a tanév, a vakáció és a szabadságok idénye kezdődik, az intézményben nem áll meg az élet. Lesznek rendezvények, programok, de ezek mellett természetesen lehet továbbra is könyveket kölcsönözni, az elektronikus könyvolvasóval ismerkedni, internetezni és papírt leadni. Változatlan látogatottsága van a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárnak. Annak ellenére, hogy egyre nagyobb teret hódít a technikai vívmányok sokasága is az internet, olvasótábora nem csökkent a könyvtárnak. Tehát eddig 2300 fölötti beiratkozott aktív olvasónk van. Általában nyáron csökken az olvasóink száma, ez valahol érthető. Vakációval, szabadságolás. Igazán kellemes környezetben várja olvasóit és a jövendőbeli könyvtári tagokat a könyvtár. Idén például 592 darab kiadvánnyal gyarapodott az intézmény könyvállománya, melyek egy részét saját költségvetésből vásárolták, a többi pedig adományokból származik. Szép irodalom is van, de vannak számítástechnikai könyvek, házi olvasmányok, sőt lexikonok, enciklopédiákat is kaptunk olvasóinktól. Bár lesz szabadságuk a könyvtári munkatársaknak is, a nyár folyamán mégsem tartanak zárva. Több mindenre is számíthatnak az odalátogatók. A jövő hét csütörtöktől indul a nulladik osztályba készülő gyereknek román nyelvű kommunikációs csoport. Gyerekkönyvtáros kolléganőm Porácki Judit fogja tartani. Majd július 9-én Dósa Zoltán könyvbemutatóval rukkolunk elő. Hát egy vidám és tartalmas estében lesz részünk aznap. Továbbra is látogatható a megújuló épített örökségünk, a kiállítás, a Tarisznyás Márton Múzeummal partnerségben megszervezett kiállítás. Ezek mellett nyitva állnak az olvasótermek, a kölcsönző részlegek, az udvaron pedig kellemes környezetben lehet olvasni, tanulmányozni. Ugyanakkor továbbra is lehet a könyvtárban naponta egy órán át internetezni, és meg lehet ismerkedni az elektronikus könyvolvasóval is. Az intézményben papírgyűjtés is zajlik, és könyveket is fel lehet ajánlani. Folyamatosan gyűjtjük továbbra is a papírt, tehát ha valakinek össze van gyűlve nagy mennyiségű papírja, azt behozhatja a könyvtárba, vagy esetleg olyan könyvei vannak, ami már inkább a helyet foglalja, akkor azokat is szívesen látjuk itt a könyvtárban. A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár változatlan nyitvatartási programmal várja olvasóit, az érdeklődőket és az odalátogatókat munkanapokon 9 és 17 óra között.
Újabb gazdafórumot tartanak a terület tulajdonosok számára a külterületek parcellázási terveinek készítése kapcsán június 25-én csütörtökön 19 órától a Művelődési Ház nagy termében. Ezúttal 11 dűlőben, a Várbükkben, az Aranyosban, a Váralján, a Domokos Csobothegyen, a Domb tartományban és a Csiszérben területtel rendelkező gazdákat várják a megbeszélésre. Mindazok, akik nem tudnak személyesen részt venni a fórumon, mielőbb jelentkezzenek a Városháza ügyfélfogadó irodájában, hogy a kérdőívet kitölthessék, ezáltal a birtokukban lévő adatok is bekerüljenek a rendszerbe. A kérdőív a város weboldaláról is letölthető az önkormányzat parcellázási tervek menüpontról. A fórumon ott lesznek az önkormányzat kataszteri irodájának illetékesei, valamint a parcellázási tervek elkészítésével foglalkozó szakemberek. Hatnapos tánc és mozgásművészeti workshopot szervezett a Figura Stúdió Színház, amelynek keretében színházi tapasztalattal rendelkező személyeket vártak. A résztvevőket magyarországi neves szakemberek oktatták, ma a zárónapon stábunk betekintést nyerhetett a műhely munkába. Június 19-én kezdődött az a hatnapos tánc és mozgásművészeti workshop, amelynek keretében három neves magyarországi művész oktatta a jelentkezőket. Horváth Adrián és Mádi László a Közép-Európa Táncszínháztól, valamint Gergye Krisztián tartotta a műhely munkákat. A több díjjal kitüntetett táncos, koreográfus, rendező három napig dolgozott a 10 résztvevővel. A tánc és a színház egymástól nem elválasztható, és azt hiszem, hogy nekem az a célom, vagy azt tartom feladatomnak, hogy mindenki a lehető legfelszabadultabban, akár verbálisan, akár fizikailag nyilvánul meg, azon belül a lehető legszabadabban tudjon működni. Úgyhogy én úgy érzem, hogy a workshopnak az elsődleges célja az, hogy a frusztrációinkat el tudjuk engedni, és a saját feltételezéseinket a saját testünkről azt egy kicsit, hogy is mondjam, nem éltassuk magunkat, hanem tényleg szabadod, mint a gyerekek, bírjunk létezni a saját testünkben, mert az a miénk, és abban lehet létezni. Csak ezt egy kicsit újra kell tanulni. A jelentkezők közül voltak, akik nem vettek részt mind a hat nap foglalkozásain, időközben lemorzsolódtak. Gergye Krisztián szerint ez a rotáció természetes, de ő pozitívan értékelte a színházi tapasztalattal rendelkező résztvevők hozzáállását. Azt gondolom, hogy nagyon nyitottak, de a nyitottságon, tehát hogy mindig nagyon van egy pár nap, vagy hát még egy három nap esetében, az első nap az nyilván egy ilyen vízválasztó, akkor még ismerkedünk egymással. A színpadi embereknek, a színészeknek azért van egy olyan alaphelyzete, hogy követi az adott információt, tehát hogy kvázi megmondják neki, hogy mit csináljon, és akkor ő azon azt csinálja, én pedig nagyon erőteljesen keresem azt, hogy mi az, ami a saját testükből jön, és hogy ez a kettő, tehát egy adott instrukció, az hogyan tud a saját belső szabadságával találkozni. A hatnapos erőteljes mozgáskultúrával tarkított színházi oldallal egyensúlyba helyezett tevékenység egy kis bemutatóval zárul. Kötött improvizációs helyzeteket találtam ki, gyakorlatilag játékok, ahol egymást követik, vagy egymást vezetik, és ebből egy ilyen etüd sor lesz, valószínűleg a Stravinsky tavaszi áldozatának a zenéjére, de majd még eldöntöm, és az nagyon érdekes, ahogy egyrészt megtanulják hallani a klasszikus zenét, mert úgy érzem, hogy ugye a 21. században ez már egyre kevésbé van, és testükkel is megpróbálják hallgatni, innentől kezdve minden dolog egészen más, hogy táncként kezd el funkcionálni, legapróbb mozdulat is, és gyakorlatilag egy performanceként fogható fel, hogy egy adott közösség mit hoz ki magából, milyen történeteket generál az adott improvizatív szituáció, amiben nincs megmondva semmi, csak alapszabályok vannak lefektetve. A Figura Stúdió Színház által szervezett tánc és mozgásművészeti workshop során naponta 5-6 órás tevékenységen vettek részt a jelenlévők, a részvétel ingyenes volt.
Június 28-áig lehetett volna jelentkezni a Ragyog csillag címet viselő vakációs biblia hétre, de már is beteltek a helyek, hiszen 112 gyermek szeretne részt venni a július 1-én kezdődő tevékenységeken. Tavaly is nagy sikere volt a Szent István plébánián szervezett programnak, ennek köszönhetően idén időtartamban is bővült, ráadásul a résztvevők ebédet is kapnak. Ezúttal is több csoportban, korosztályokra osztva zajlik az Eszter könyvére alapozott foglalkozás, mely július 5-én vasárnap reggel szentmisével zárul. Vasárnap éjfélig küldhetik be a pályázati szelvényeket mindazok, akik részt szeretnének venni az Új Kelet irány a tengerpart címet viselő, a pályázókedvű olvasóknak szóló akciójában. A tét nem kicsi, hiszen két személyes nyaralást nyer egy szerencsés pályázó. Múlt héten megjelent a 8., vagyis az utolsó pályázati szelvény az Új Kelet irány a tengerpart címet viselő nyereményjátéka keretében. A Színes Heti Lap már 8 éve együttműködésben a közszállításban és turistautak szervezésében kiváló partnerével, a Panorámával lehetőséget kínál a Színes Heti Laphoz hűséges olvasóknak, hogy a román tengerparton nyaralhassanak. A nyereményút egy hétre szól, tartalmazza az oda-vissza szállítás, szállás és a teljes ellátás minden költségét két fő részére. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy ki kell ollózni a korábbi 8 lapszámban a 13. oldalon található számozott nyereményszelvényt, és eljuttatni Gyergyószentmiklóson a Virágnegyed 41/E alatti ügyfélfogadó irodába. Mamája már várja a szerencsés pályázót, aki sorsolás útján nyeri el az ingyen nyaralás lehetőségét, melynek értéke 1100 lej. Aki szeretne a tengerparton pihenni, ne hagyja ki ezt a lehetőséget, pályázzon. A nyeremény átruházható, tehát a nyertes elajándékozhatja. A játékban még most sem késő bekapcsolódni, a szelvényeket tartalmazó újságokért keressék a Keletinfo média csoport Virágnegyedi ügyfélszolgálati irodáját munkanapokon 9 és 17 óra között. Ne feledjék, összesen 8 szelvényt kell eljuttassanak az Új Kelet szerkesztőségébe vasárnapig. A sorsolás a pályázatok összesítését követően történik, a nyertest pedig időközben értesítik. Ezért fontos, hogy a pályázati szelvényekre írják rá nevüket, pontos címüket és telefonszámokat is. Legyen ön, aki ezekben a pillanatokban a fénypontot nézi. Az a szerencsés, aki kísérőjével mamáján pihenhet majd az Új Kelet jóvoltából. Ezek voltak már a híreink, a folytatásban a Székely Konyha főzőműsort láthatják nézőink. Kellemes estét, a viszontlátásra! Stúdiónkat a Makó Virágüzlet varázsolta szebbé. Smink és frizura Szépségcenter. A bemondónőt öltöztette a West Dream divatbolt.